No, sziasztok! Terepre hoztuk a SX4-et, illetve most megyek rá földútra. Isten igazából. Ez még nem olyan vészese, vészes út, de majd keressünk ennél rosszabbat is, de gyakorlatilag ugye ezt az utat már megtettem Ignisszel, meg megtettem Swifttel is. Egy kis tapálc az zörgést azt hallotok a videón, az ma megy szervizbe, hogy kicseréljék a fiúk, mert kicsit kiverődött, úgyhogy azt a kopogást nézzétek el, és most nekivágunk ennek az útnak. Annyiból fog különbözni ez a videó a többi terepes videótól, hát ha csak itt is nem akar megelőzni egy Toyota, akkor hogy próbálok itt külső felvételeket is csinálni. Most annyiból más még a talaj, hogy eddig száraz homok volt, most eléggé egy ilyen vizes talajon megyek, ugyanis egész nap esett az eső, úgyhogy kicsit a talaj az vizesebb a kelletnél, de mivel homokról van szó, ezért nem vészes, úgyhogy úgy döntöttem, hogy azért megyek ma is egy ilyen terepes videót, úgyhogy megnézhetitek, hogy milyen terepen az SX4. Amúgy teljesen jó, így összehasonlítva például az Ignishez, vagy a ugye Swifthez képest, eddig az Ignis ugye ezen a téren azért elég jól vitte a pálmát, tehát az jobban ment, mint a Swift. A Swift azért néha leért, de igazából az is azzal sem vészes, tehát azzal is elég jól el lehet közlekedni, főleg, hogy ugye nyilván egy olcsó Swiftet annyira nem fog senki se félteni. Szóval nekivágunk most már ennek az útnak, itt egyre rosszabb lesz majd a körülmény, reméljük, hogy nem jön szembe semmi, mert itt most bemegyünk itt a mély homokba, itt egy mély homokos részen megyünk, elég nagy forgalom van ahhoz képest ezen az úton, bár általában ilyen terepjáró jellegűeket szoktam látni, de tök jó, elég, lehet, hogy videóban nem látszik, de elég, tehát középen elég magas a homok, és konkrétan nem érünk le, tehát elég jó ilyen szempontból is az SX4, hogy magas építésű, és ugye nem ér le az autó, abszolút, tehát semmiféle eddig még nem hallottam. Ha egyedül a Swift ért le, itt ez egy elég meredek rész, ez nem érződik, de ilyenkor jócskán itt eldől az autó, itt fölmegyünk a domboldalba. Nagyon jó ilyenkor különben az automata, nagyon szeretem, ilyenkor talán még jobb, de azért is merem ide behozni, mert itt szoktam látni SX4-eket, tehát azért nem csak én járok itt be ilyen SX4-jel, és simán végig lehet menni ezen az útszakaszon, de is elég jól viszi, tehát bekapcsoltam a fűtést. Miért érzem, hogy olyan melegen van, mondom, ennyire izgulok, vagy csak, de hát nem ennyire izgulok, hanem ilyen szinten meleg van. Az automatával az erőt nagyon-nagyon jó lehet adagolni ilyen terepen. Tehát sokkal nehezebben akad el egy automata, ugye ezt beszéltem már a Honda CR-V kapcsán, hogy sokkal szebben lehet a nyomatékot átvinni az ilyen úton, és ezért sokkal-sokkal jobb egy automatával egy ilyen részen, egy ilyen terepen menni, mint mondjuk egy kuplungos autóval, aminél ugye mi engedjük úgymond hirtelen rá a kuplungot, ráadásul folyamatosan megszakítjuk a nyomaték átvitelt, mert hát váltanunk kell, ugye automatánál
ugye ez a nyomaték átadás szinte folyamatos, tehát sokkal jobb, ezáltal ilyen probléma ugye nincsen, sokkal jobb, nem nehéz terep ez, de azért úgy gondolom, hogy az emberek többsége ezeket a jellegű autókat, sőt még az ilyen SUV-okat sem, mint például a CRV, nem kemény terepre viszi, hanem maximum ilyen terepre, tehát szerintem ennél nehezebb terepre nem nagyon szokták vinni a tulajdonosok ezeket az autókat. Nyilván aki nagyon-nagyon-nagyon keményen, na még itt sem ér le, és pedig itt igazán magas középen a homok, és még itt sem ér le az alja. Tehát azért nem szokták ennél nehezebb terepre vinni, én úgy gondolom, tehát nyilván akinek van egy telke, van egy szőlőse, van egy földje, egy kicsit sárosabb, homokos részen is be kell menni, és ugye itt az SX4-nél is van összkerekes verzió, tehát akinek még ez se lenne elég, az nyugodtan választhat ugye az összkerekes verzióból, ami aztán mind az Ignisnél is mondtam, bár ez ugye nehezebb, mint az Ignis, tehát én úgy gondolnám, hogy alapból szerintem az Ignis az egy jobb terepjáró képességű autó, de viszont ez annyival modernebb és annyival kellemesebb autó, mint egy Ignis, hogy nem hiszem, hogy igazából a kettő ellenfele lenne egymásnak, tehát nyilván aki Igniszt akar, az Igniszt veszt, aki meg egy SX4-et, az meg egy SX4-et, csak és nagyon huplis itt a talaj. Szóval, bocsánat, csak belém ragad a szó, mert olyan szinten, kamerán nem látszik, de én olyan szinten huplis, szóval mindegy, az a lényeg, hogy aki Igniszt akar, az Ignis, aki meg SX4-et, az SX4-et. Nyilván a két autó között komfortban meg árban is van különbség, de abszolút mindkettő alkalmas arra, hogy kimenjünk a telekre, szőlőbe, bárhova elmenjünk az autóval, ami ilyen könnyű terep, mint például ez. Azt hittem azért nagyobb sár lesz, mert azért esett bőven az eső, és azért is jöttem ma, hogy hát egy kicsit nagyobb sár lesz, hogy egy kicsit még nehezebb körülmények között tudjuk tesztelni az autót, de nem vészes. Én viszont nem is megyek itt tovább, mert elkészítem az autóról a vágóképeket, úgyhogy szépen, és akkor meglátjátok közbe, illetve nem ehhez az anyaghoz készül a vágókép, mert igazából itt nem lesz vágókép, úgyhogy itt ezt látjátok, de hát az a mindenféle anyaghoz, ami készül az autóhoz, el kell készítenem a vágóképeket, és ha megnézzük ez a terep, ez a viszony, ez nagyon-nagyon szép itt el, meg olyan jó levegő van, főleg egy ilyen eső után, itt semmi nincsen, itt ugye szántóföldek vannak hosszú kilométeren keresztül, és nagyon jó ilyenkor kint lenni, főleg most egy reggeli óra van, ugye nem látjátok, hogy hány óra van, vagy nem tudjátok, de egy reggeli óra van, legyen 8-9 óra környéke, és nagyon-nagyon-nagyon kellemes idő van, esetleg is éjjel az eső. Ugye itt a terep, na mi megint visszaértünk erre a borzasztó huplis terepre. Hát átverekedjük magunkat. Igazából ezen is, mind az összes többi részen. Szóval, aki terepre vinné az SX4-et, az nyugodtan vigye. Aki még ennél is nehezebb terepre, vagy éppen, mit tudom én, hegyvidéken lakik, vagy hegyre kell fölmásznia, esetleg télen elkelhet az összkerék, de egy jó téli gumi is sokat segíthet rajta. De alapból meg egy ilyen sima SX4, egy ilyen első kerekes SX4, főleg így mondjuk egy automata váltóval, teljesen jó választás. Úgyhogy ennyi volt a terepes videó.
most elkészítem nektek a vágóképeket, úgyhogy még ilyen terepes videó lesz, ha majd hasonló autót fogunk tesztelni, akkor majd az összesről megcsinálom ezt az enyhe terepes verziót. Úgyhogy a következő... Szóval csak át akartam váltani, tehát a következő videóig. Sziasztok!